Üdvözlöm Önöket! Önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látják. A mai műsorunkban a lélekpillangó életműdíjról fogunk beszélgetni. Köszöntöm a stúdióban a vendégemet, Gáspár Katalin, lélekpillangó életműdíj alapítóját. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, Katalin. Én köszönöm azt, hogy a hatos csatornaim már a második lélekpillangó életműdíjat támogatja azzal, hogy ezt a remek kis műsort itt mindig elkészítjük a lélekpillangóról. Ez egy nagyon fontos támogatás ennek az alapítványnak, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Én azt hiszem, hogy erre azt kell válaszoljam, és ez így igaz, hogy nagyon szívesen tesszük, mert hogy hisz, ez egy nemes dolog, hogy valakinek az életművét, ugye ti támogatjátok, ezt el lehet nyerni, úgy tudom. Múlt évben 3 résztvevő volt, abból az egyik idén is szerepel, ha jól emlékszem, ugye Szepes Mária? Jól igen, mondom? Igen, Szepes Máriát. És még a másik kettőt azt majd te be fogod mutatni. Nagyon szépen kérlek, mondd el, hogy mi is ennek a lélekpillangónak valójában az egész szerepe, és mire számítotok idén? Az lélekpillangó, mint szó, az egy szóismétlés. Görögül a psziché, az két dolgot jelent. Lelket és pillangót. Ebben benne van ez a csodálatos kép a pillangó átalakulásáról, arról, hogy a lélek pillangója az egy pici kis hernyóból először bebábozódik, visszavonul az ő magányába, és ebben az állapotban átrendezi saját magát, és egy csodálatos lényként, egy színes, pompás pillangóként repül ki a világba. Ez olyan, mint amikor valakinek a lelke eléri a legtisztább állapotot, amilyen állapotba csak kerülhet az emberi lélek, amikor már minden fölé emelkedünk, mint ahogy a pillangók teszik, repülnek a virágos réteg felett. Ez egy gyönyörű jelkép, gyönyörű szimbólum. És azt láttuk, azt tapasztaltuk, hogy mindenért lehet már díjakat kapni Magyarországon, de azért a rettenetesen fontos dologért, hogy valaki, ami lelkünkért nagyon sokat tesz és tett, ezért valahogy úgy nem szoktak elismerést adni korábban, és mi azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon fontos minden embernek a lelke. Induljon ki bármelyik néző csak saját magából, hogyha ő lelkileg nincs rendben, rosszul érzi magát. Ki tud jól teljesíteni az élet bármely színpadán, akár a családban, akár a munkában, akár csak egyszerűen egy ügyintézésben, hogyha úgy lehangoltak vagyunk lelkileg. Szerintem senki. Pedig süt a nap, és mégis nem jól érezzük magunkat, ha lelkileg nem vagyunk a toppon. Nos, olvasni lehet, hogy aki szavaz és aki részt vesz a idézőjelvetét játékszóval, játékban, azok kapnak egy-egy mesét, mert hogy én is beneveztem erre, és ugye örömmel olvastam ott, amit olvastam az interneten, hát egy kicsit bővebben légy szíves, tájékoztass bennünket. A lélekpillangó az a mi lelkünket mutatja be minden évben egy mesében. A lélekpillangó meséje az nem gyerekeknek szól csak, bár nagyon sok gyerek követi, olvassa a lélekpillangó meséjét, hanem egy felnőtteknek szóló, gyakorlatilag egy lélekemelő mese. Egy kedves olvasó tavaly azt mondta, hogy ez olyan, mint egy lelki vitamin, hogy minden nap megkapom a kis adagomat, napi egy percben elolvasom a lélekpillangó mesémet, és mint ahogy a vitamin a szervezetünknek a fittségét, az energiaháztartását felhozza, a lélekpillangó meséje a lelki állapotunkat tudja ugyanilyen szinten felhúzni. Most már ugye hetek óta folyik a lélekpillangó mese, már a lélekpillangók a mai napra, mire ezt az adást meg lehet nézni, addigra kirepültek, és mindenféle csodálatos vágyait valósítják meg az embereknek, amikre mindannyian vágyunk. De hát ezt mindenki a lélekpillangó mese olvasásával azt hiszem, hogy meg tudja találni. És ezek a mesék, ezek minden nap az e-mail fiókunkba érkeznek meg, illetve a mesének az eleje, a mesének a végét pedig a weboldalon lehet elolvasni, és ugyanitt lehet szavazni a 3 életműdíj jelöltre is. Egy pillanat rájuk meg, ezt igazolom, hogy ez így történik, személyes kíváncsiság, hányan vesznek részt?
pillanatnyilag már a meseolvasás sem. Hát azokat tudom, hozzá, hogy akik naponta, minden áldott nap, amikor megkapják az e-mail fiókjukban a mesét, kinyitják és elolvassák, azok már jelen pillanatban közel 3000-en vannak. Akik néha olvassák, azok jóval többen, és akik egyébként itt csatlakoztak a mozgalomhoz, azok már itt 10000-ek, akik valamilyen oknál fogva megnézték, feliratkoztak, szavaztak, egyszer elolvasták a mesét, vásároltak a kiadványból, tehát... Ugye jól emlékszem én arra, persze, hogy jól emlékszem, múlt évben is nagyon népszerű volt ez a lélekpillangó. Idén mire számítasz? Ugyanaz a népszerűsége az töretlen, hatalmas nagy felfele ívelő javulás igazából nincsen, egy picit mentek fölfele a statisztikai számok. Én azt gondolom, hogy nem is a statisztikait feltétlenül a lényeg, hanem az, hogy azok az emberek, akik tavaly voltak, azok nem csak hogy maradtak, hanem azok így elkezdtek beszélni a barátaiknak, ismerőseiknek, szólnak, meghívják azokat, akik jönnek. Egy ilyen érdekesség van, hogy sokan azt mondják, hogy hát én három ilyen csodálatos ember közül én nem tudok választani, én nem tudok szavazni. No. Ők mind azonosan jók. Így van, akkor kezdjük el a bemutatást. Ugye múlt évben Szepes Mária részt vett ebben, most idén újfól. Megkérlek, hogy egy kicsit, hogy miért jött megint rá a választás? Azt a döntést hozták az alapítók, akik az egyik én vagyok, másik pedig Szilágyi Imre, barátom és kollégám, hogy az előző évből azt a jelöltet, aki úgymond második helyen végzett, azt a következő évben, jövőre is szeretnénk majd visszahozni, hiszen ezek az életművek, ezek nagyon-nagyon fontosak, és nagyon jó az, hogyha reflektorfénybe kerülnek, és aki ugye elnyeri a díjat, tavaly Popper Péter életműve kapta meg, és rengeteg vetítés zajlott szerte az országban Popper Péter filmjeiből, illetve ezek zajlanak most is, hogyha valaki igényel ilyet, akkor tudja hívni ezeket a vetítéseket iskolákba, nevelőotthonokba, bármilyen olyan intézménybe, ahova ennek úgy érzik, hogy szükségük volna, és ezt a lélekpillangó adománya volt, ami lehetővé tette. És ebben az évben ugye 3 új jelölt lett, Szepes Máriát visszahoztuk, nagyon-nagyon fejfej mellett végeztek tavalyi évben Popper Péterrel. És akkor legyen a következő Havas Béla, aki ugye tudjuk, hogy író, filozófus, esztéta, rengeteg titulus még tudnánk sorolni. Miért rá esett a következő választás? Tavaly megkérdeztük azokat, akik csatlakoztak így a mozgalomhoz, hogy szerintük kik lennének érdemes jelöltek, és rengeteg választás érkezett. Ugye ez egy posztumusz adható díj, ami azt jelenti, hogy hát csak olyas valakinek lehet adni, aki már nincs közöttünk, akinek egy lezárt életműve van. Ehhez képest rengeteg olyan ember is írtak persze, akik még köztünk vannak, hogy hát nekik adjuk. Nyilván őket nem lehetett jelölni, nem csak olyanokat, akiknek már az életműve befejeződött. És ebben a listában kimagasló szerepet kapott Hanvas Béla is, illetve Polc Alen is, és azt gondoltuk, hogy az emberekre kell odafigyelni, akik ezeket az életműveket olvassák, forgatják, és amit ők kérnek, az a legfontosabb, úgyhogy a jelölések azok így születtek idén is, meg jövőre is ugyanígy fognak születni. Hogy... Hát igen, Polc Alen is író, pszichológus, Mésző Miklós Kossuth Díjas magyar író, a felesége, tehát csomó-csomó mindent tudnánk róla elmondani. Megint arra kérlek, hogy egy kicsit bővebben te mutasd be. Polc Alenről nagyon kevesen tudják, hogy mi az, amit köszönhetünk neki, azon kívül, hogy a hospice mozgalomnak a megalapítója, illetve a hospice háznak, magyar hospice alapítványnak az anyja volt, és hogy író volt, és nagyon nagy írott életműve van neki is. Őneki köszönhetjük mindannyian azt, hogy a kórházban, hogyha a gyerekeink megbetegszenek, akkor nem csak, hogy ott maradhatunk nappal mellettük, és foghatjuk a kezüket, hanem hogy éjszakára is bent szabad maradni a szülőknek, és most már ezt támogatja a legtöbb kórház. Ezt az egész dolgot, hogy a szülőt ne zavarják haza, hogy ne csak a 4 órás látogatási időben lehessen a gyereket meglátogatni, és hogy a gyereket ne egy rácsos kiságyba zárva, a kórházban tulajdonképpen hospitalizálva, vagy egyfajta ilyen kórház lelki állapotba hozva, hátráltassák a gyereknek a gyógyulását,
gyógyulását tulajdonképpen, hanem a gyerek gyógyulását a szülő jelenlétével, a szülőt partnerként bevonva elősegítsék. Ennek az egésznek a kiinduló pontja az nem más volt, mint Paul Celan, aki egyébként azon túl, hogy beteg gyerekekkel foglalkozott, haldokló gyerekekkel foglalkozott, ami a lehető legnehezebb feladatok egyike. Remek játékpszichológus is volt, úgyhogy én azt hiszem, hogy az ő életműve az ilyen tényleg abszolút példaadó és példamutató, és minden percben köszönhetünk neki valamit. Igen, ő még a halálgyász kutatásával is foglalkozott, ha jól tudom. A hospice mozgalom az gyakorlatilag az a nagyon-nagyon fontos terület szerintem, mert senki nem igazán dolgozta föl, én rajta kívül nem is tudok mást, aki foglalkozott volna ezzel a területtel, mert oké, elvesztettünk valakit, akit nagyon szeretünk. Na de mi van azzal, aki ott idézőjelben magába roskad, és ugye hát sajnálja azt, aki elment tőle. Tehát nagyon ezeknek a felkarolása és valamilyen gondozása, vagy valami odafigyelés azért ez lényeges lenne szerintem. Pont neki köszönhető az a mozgalom, ami a hospice mozgalmon belül indult el. Rengeteg önkéntes van, aki bejár kórházakba, illetve sajnos a lélekpillangó mozgalomban idén nem volt ideje, hogy el tudja vállalni, de Zinger Magdolna azért még ezekről a témákról nagyon-nagyon sok jót és szépet ír, úgyhogy ha valakit ez a téma érdekel, akkor az ő csoportjai, előadásai azok abszolút mértékben ajánlhatók. A Hamvas életmű az egy nagyon érdekes életmű. Hamvas egy elvonult ember volt. Ő abszolút nem akart ilyen kora celebje lenni, nem akart volna mondjuk valóságsót, hogyha akkoriban lettek volna ilyen lehetőségek. Ő azt szerette volna, hogyha őt békén hagyják az ő kis kertjében, az ő kis könyvtárában, az ő kis világában, ahol ő elmélkedhet, filozofálhat. Tehát ő egy visszavonult ember volt, és egy nagyon nehéz életművet hagyott maga után. Nagyon sok még kiadatlan, vagy még feldolgozatlan Hamvas mű van, amelyeknek egy része olyan furcsa okokból nincsen kiadva, vagy olyan nyelven írta, amely nyelven ma már nem igazán beszél senki, és hogy azt, tehát szóval, hogy azt úgy abban az állapotban nem nagyon lehet kiadni, mert mondjuk másfél akadémikus tudná elolvasni, őket se biztos, hogy úgy abban a formában érdekli, tehát hogy ezeket valahogy le kéne fordítani, tehát ott egy nagyon-nagyon nagy kiadatlan, feldolgozatlan életmű van még a háttérben, ahova abszolút ráfér az, hogy hozzá tudjanak ehhez férni. Hamvas nehezen olvasható, szoktam mondani, hogy a haladóknak való egy Hamvas olvasmány, viszont annyira mélyen érezte a magyar népléleknek a fájdalmát, a magyar nehézségeket, hogy a Hamvast olvasni az egy lelki tisztulás. Ez egy biblioterápia, egy természetgyógyászati terápia a Hamvas olvasása. Ahogy olvasod, elkezdenek kioldódni a lelki gócok, és egy teljesen ártatlan sornál elkezdesz zokogni Hamvas olvasása közben, mert olyan mély síkokat érint meg a szavaival. Szóval én azt hiszem, hogy Hamvasnál is nagyon jó helyen lenne ez az életmű. Azért engem az érdekel, hogy Hamvas írásai akkor gyakorlatilag a mai világunkban helytállóak? Teljes mértékig. Hát, hogy azt mondtad, hogy egy lelki megtisztulás, hát mennyire szükség lenne arra, hogy megtisztuljunk? Teljes mértékig, de teljesen biztos vagyok abban is, hogy Hamvast olvasni, azok nem a népszerű cuki idézetek, amelyet megosztunk a Facebookon, hanem az egyfajta belső elmélyülést igényel. Én azt látom, hogy a lélekpillangó mozgalomhoz csatlakozóknak a többsége az ezen az igényszinten van. Tehát ezért is valószínűleg nem tud olyan nagyon-nagyon nagy mértékben ez a szám növekedni, hiszen ugye még szükség van a mi munkánkra, szükség van arra, hogy ezt minél több emberhez eljuttassunk, minél több embernek a lelkében a hernyót a bábformán keresztül pillangóvá tudjuk varázsolni. Múlt évben is készült erről egy könyvecske, vagy könyvnek nevezzük, plusz hanganyag. Ugye idén ez ugyanúgy meg fog történni, és eljut a nézőközönséghez, vagy át, akik ugye részt vettek a játékban. Elhoztam magammal a tavalyi kiadványt. Ez a kiadvány, ez az idei évi még nyomdában van, de úgy néz ki, hogy van az elejében, illetve a végében egy-egy DVD-lemez. Az ideiben 30 hanganyag, könyv,
feladat, gyűjtemény, videófelvétel az, ami található benne, illetve benne van a lélekpillangó egész meséje, amely ilyenkor beleköltözik a könyvbe, és egészen a jövő évig a könyv őrzi a mesét, és benne van annak a 30 csodálatos és remek előadónak a rövid bemutatkozása, akik a saját munkájukkal ezeket az életműdíjakat támogatják. Ez szerintem egy példanélküli összefogás, pláne itt ma Magyarországon, ahol a konkurenciáról nem győzünk eleget beszélni. Itt 30 ember azt mondta, hogy nincs konkurencia, csak összefogás van. Egy konkurenciamentes környezet van. Mindenki ugyanannak a közönségnek beszél, mindenki az önismeretről, a személyiségfejlesztésről, a lélekről, a pszichológiáról ad ki könyveket, tanításokat, tart tréningeket. És ez a 30 ember azt mondta, hogy ez egy annyira fontos cél, hogy ők beadtak egy-egy dolgot, és ezt a 30 anyagot tudtuk mi összefűzni, és ebből lett a lélekpillangó tudáscsomag, vagy tudáscsokor, mert ugye a pillangó egy csokorra jobban szeret szállni, mint egy csomagra. Következő idén is lesz ugye kétnapos rendezvény ennek kapcsán, amikor ugye a fődíj kiosztásra kerül majd, és ugye a rendezvénynek is tartalmas előadásokkal lesz megteltve. Igen, abból a csapatból, akik a lélekpillangó kampányban részt vettek, az ő élő előadásaikat lehet majd megtekinteni április 20-án a Bara Hotelben. Ott lesz egy egynapos boldogságnap, amelyet a most kiadásra kerülő lélekpillangó boldogság CD-nek a szereplői fognak zárni egy remek koncerttel, és nagyon szuper dalok érkeztek egyébként a dalversenyünkre, amelyek rákerülnek egy CD-lemezre, és ennek a CD-lemeznek lesz gyakorlatilag egy kis bemutatója a napzárásaként. Ennek is lehet, hogy lesz egy kicsi díja, vagy valami jutalmat kapnak ezek a versenyzők? Ezek a egyébként remek előadók, tulajdonképpen maga a CD-n való megjelenés a díj, hiszen ez több mint 3000 példányban jelenik meg ez a CD, tehát tulajdonképpen azonnal egy aranylemezes válogatás albumra tudott rákerülni az a daluk, amit a zsűri beválogatott a dalversenyből. Többek közt született kifejezetten a lélekpillangóról egy vadonatúj dal, de a legtöbben olyan dalokkal neveztek erre a dalversenyre, amelyek a boldogságról, az életigenlésről, az önismeretről szólnak. Olyanok például, mint a Márti dala, amiben ugye az van, hogy kezdjetek el élni. Oké. Azért én arra kérlek téged, hogy egy picit még hagy tekintsünk bele azokba az előadásba, a kétnapos programból, amik még lesznek. Ugye nem csak az ének, hanem valami szöveges előadás, vagy miről fog szólni, vagy kik lesznek azok? Például a Boldogság nagykövet, Nagy Béla, aki azt a célt tűzte ki maga el, és ebben egyébként együtt is dolgozunk az alapítványunk, és Béla, hogy egy felhúzza Magyarország boldogságindexét. Ezt már a lélekpillangó weboldalán is lehet látni, elkezdtünk egy ilyen játékot együtt, hogy milyen a te kedved. És ilyen vicces rajzokon be lehet jelölni, hogy éppen ma te egy bánatos báb, egy pondrónak érzed magad, vagy éppen sziporkázóan pillangos jó kedved van. És itt lehet követni azt, hogy Magyarországon az embereknek éppen milyen a lelki állapot, egy közömbös gubó, és ezek ilyen kis kedves, vicces rajzokon le is vannak ott rajzolva, és a boldogságindexe Magyarországnak az ott vidáman látszik és követhető. Béla azt a célt tűzte ki, hogy ezt a boldogságindexet ezt felfelé húzza, ő fog a boldogságról egy előadást tartani. Aztán lesznek csupa ilyen nagyon érdekes lelki témák, lesznek a sikerről, pénzről szóló előadások, illetve lesznek ilyen kis 100 perces, rövidebb workshopok, ahol kis létszámmal egy kicsit mélyebb lelki munkára is lehetősége van mindenkinek. És hát persze újra átadjuk a életműdíj nyertesének a lélekpillangó életműdíjat. Idén nem egy akkora nagy szobrot, mint tavaly, ugyanis hát egy nagyon merész ötletünk támadt, és azt mondtuk, hogy csinálunk egy lélekpillangó köztéri szobrot. Gál Gregor, aki a szobrászművész, aki ezt az egész mozgalmat támogatja, ő álmodott egy interaktív összművészeti alkotást, ő ezt így nevezte el,
amely nem csak egy köztéri szobor, hanem egy olyan interaktív találkozási pont lesz valahol a városban, még a helyét keressük, ahol az azonos gondolkodású emberek többféle művészeti ággal megismerkedhetnek, és többféle ilyen érdekes performance, szóval tesz lehetővé annak a szobornak a létezése. Ez már elég sejtelmesen hangzik, hát remélem, hogy a szobor az majd elkészül, megvalósulhat valahol, és tényleg mindenki örömére boldogságot fog okozni a város egy pontján. Nem tudom, hogy fogalmazták-e meg neked azt, ugye itt most hallgatnak már egy jó pár perce, valahogy nem beszéltél tragédiáról, nem beszéltél problémáról, hanem csak a boldogságról és a megvalósítás öröméről, arról az útról, amit végigmentek rajta, és a legvégén ugye a kétnapos rendezvény a csattanó, meg maga az a szobor, amiről most beszéltél, hogy megvalósul, ez zenefüleimnek. Hogy nem kell belevonni a tragédiát, a problémákat. Egy olyan igazi életműbe mindent megsúghat. Egy titkot az összes súg nézőnek. Súg meg, és erre vagyok kíváncsi. Egy kérésem van, hogy ezt te is, meg az összes néző, és ezt a titkot, ezt szájon és fülön, mindnyájatoknak egyenként külön adjuk tovább. Hogy a boldogsághoz vezető út, az nem egy ilyen Hawaii DJ napfény, hanem a boldogságot pont úgy lehet elérni, hogy az összes nehézséget, ami a célig vezet, azt mi mind sikeresen leküzdjük. Ezek az apró kis nyerességek, és amikor eljutunk, és ott van a végeredmény, ott van a gála, ott van a szobor, ott van a könyv, ott van az a sok-sok ezer ember, aki ennek az egésznek a végén örül, ott van az a rengeteg előadó, aki végig tud azon tekinteni, hogy most mennyi embernek tudott valami pluszt adni. Ezek az apró nehézségek, hogy a nyomda jelzi, hogy ő most ezt mégse tudja vállalni, új nyomdát kell keresni, azonnal meg kell oldani például ezeket a feladatokat. Ilyen kis pici apró nehézségek, amik mindig gurulnak, de nekünk ezek nem nehézségek, nem siránkozunk miatt. Aha, jó, most ez van, hogyan lehet megoldani, és lépni azonnal tovább. Ezek okozzák a boldogságot. Abban a pillanatban, hogyha ezek a nehézségek, ezek megtorpantanak bennünket, akkor nem boldogság van, hanem akkor nehézség van. Danny Blue, ő, aki szintén benne van ebben a csapatban, ő szokta mondani, hogy soha nem az a hatalmas hegy az, ami megtorpant téged, ami előtted van, hanem a homok a cipődben, ami a hegy alján belemegy. Hát nagyon érdekes, és köszönöm neked, hogy ilyen részletesen válaszoltál. Valóban nem azt kell keresni, hogy kifogás, hanem az, hogy hogy oldjuk meg a feladatot, és ha megoldottuk a feladatot, hogy te mondtad, akkor nyilvánvaló, hogy abban sok pici örömből egy óriási boldogság lesz. Ismételjük még egyszer el a kedves nézőknek, hogy ki a három résztvevő, és hogy hol lehet elérni a lélekpillangót az interneten. A lélekpillangó.hu oldalon teljesen egyértelműen, és a három résztvevő, akire mindenkit kérek, hogyha módja van és tud, akkor szavazzon. Nagyon fontos, hogy nem közülük választunk, hanem azokat a dolgokat, amelyek ők ránk hagytak, azokból, aminek az én jelenlegi életem, mert ami nekem a legtöbbet adna, aminek legjobban örülnék. Például a Szepes Mária emlékszoba, Hanvas Béla kiadatlan műveiből valamelyik új, vagy Polcalán, aki a Magyar Hospice Alapítványra szeretné fordítani az esetleges megkapott összeget. Közülük lehet választani. Katalin, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nagyon sok sikert kívánok nektek, és ha tudunk, segítünk továbbra is. Köszönjük. Kedves nézőink, önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látták. Egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra. Műsorunk főtámogatója a Harmonet.